parlera quali te daka daka wali kita saus maski namasak akuta ile daka wali kita saus maski it asputeket ovi maski su meso taluvik avekstu askaiftim itaka talu kaiftim Tiktak läpä kaifti. Asu navasak kaifti. Suos puhtu fiim klatuma. Taka puket. Amai vista taamu. Mihilet. Taka. Kyse. Park létezik, és minden elektromos, minden ugye napelemről megy, úgyhogy nagyon jól meg van csinálva, és van ott egy lovarda, illetve lóversenypályák, úgymond ilyen mini lóversenypályák, ahol lovas bemutatókat tartottak. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon elfáradtunk, miért természetesen az internet streamelését végeztük ennek a dolognak, illetve tegnap előtt pedig ugye a szokásos minden évben megrendezett konferencián vettem részt, ugye a Tudományos Akadémián volt ez a konferencia, szintén a Magyar Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat rendezésében, ugye az internet hatása, internet és a média hatása a fiatalokra, illetve a gyermekekre címmel, ez minden évben, most már 10x éve megrendezésre kerül ez a konferencia, ahol is ugye a különböző szakértők, illetve szakmabeli IT-sok, illetve mindenki, aki gyakorlatilag internettel, illetve gyermekekkel foglalkozik, vizsgálja, illetve kutatja azt, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni az internetet úgy, hogy a gyerekek is úgy használhassák, hogy ne legyen belőle baj. Ezek mindig érdekes kérdések, én is ugye rengeteget beszélek erről itt a Restartban, úgyhogy fogunk is természetesen, úgyhogy nekem ez valahol szívügyem is, valahol pedig természetesen. Remélem, hogy azért néhányan néztétek a streamet, ugye ki is posztoltam a Facebook oldalamra. Jó előadások voltak. Hát a konklúzió az gyakorlatilag megint csak ugyanaz, amit én egy kicsit mindig sajnálok, de azért nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert a konklúzió az, hogy természetesen szükség van arra, hogy figyeljünk jobban oda, születnek technológiák, amikkel lehet védeni a gyermekeket, de megint csak oda kanyarodhatunk vissza, legalábbis ami nekem lejön ebből az egészből, és ezt nagyon sokszor szoktam ugye itt az adásban is mondani, hogy a szülők felelőssége az, hogy mit engednek a gyereknek, és igazából nem is a gyerekeket kell megtanítani az internet helyes használatára, hanem a szülőket, hogy utána a megfelelő óvintézkedéseket tudják foganatosítani a gyermekek felé, és meg tudják őket óvni az internet veszélyeiről. A konklúzió az ez, úgyhogy a szülők, kedves szülők, ha ültök a képernyő előtt, akkor bizony lehet, hogy rátok nektek sokkal jobban szükség van arra, hogy megtanuljátok használni a netet, illetve tisztában legyetek annak a veszélyeivel. És ugye nem a tiltás a lényeg, hogy jó, hát veszélyes, akkor nem engedjük a gyereket, én se netezek, én is félek tőle, úristen, jaj, azt sem tudom, mi hogy működik, akkor a gyerek se netezzen, mert veszélyben van, ez nem jó megoldás, hanem meg kell tanulnotok nektek is használni biztonságosan az interneted, és ezt a tudást kell a gyerekek felé is átadni, illetve hát ugye a pedagógusoknak is ez a feladata, hiszen ugye az iskolában is, hogyha a gyerkőcök tanulják az internet használatát, úgymond, bár én van egy olyan érzés, hogy mire iskolában megy egy mai gyerkőc, már rég tudja, hogy mi a dörgés az interneten, és ez valahol jó, valahol nem, ugye a veszélyei azok mindig ott vannak, és hát mi felnőttek vagyunk azok, akiknek meg kell védeni a gyerekeket, és elsősorban a szülőknek és a pedagógusoknak nagyon fontos ez a dolog, hogy figyeljenek erre mindenképpen oda. És hát erről szólt a konferencia is, erre
mondtak különböző praktikákat. Ugye azért a mai világban, pláne ebben a covidos időszakban, ugye látjátok, hogy én is még mindig itthonról csinálom az adást, home office-ból, illetve nagyon sok a home office-ból dolgoznak, nagyon sok iskolában, bár ugye van tanítás, de azért a távoktatás az, azt gondolom, hogy főleg tavasszal azért megmutatta, hogy tud ez működni, ha akar, de ugye megmutatta a veszélyeit is sajnos, ugye rengetegszer beszéltem én is róla, hogy a különböző konferenciákba illetéktelenek becsatlakoztak, stb. Illetve hát például ilyen nagyon érdekes, csak hogy egy-két felvetés, aztán utána belekezdek a műsorba is, ne aggódjatok. Szóval, hogy például nagyon érdekes kérdés, hogy ugye rengetegen a tanárok meg a diákok egymással hát hol kommunikálnak, mondjuk Facebookon, ugye? Ami tök jó, csak mondjuk a Facebooknak az alsó korhatára, elvileg a felhasználói korhatára az ugye 13 év. Na most őszintén, tehát amikor a tanár Facebookon, Facebook csoportba küldi a feladatokat, meg a gyerekek is gyakorlatilag Facebookon kommunikálnak egymással, a 13 év alattiak azok hogy tehetik ezt meg? Hát úgy, hogy át kell verni gyakorlatilag a Facebookot, és itt a szülő is bekapcsolódik ugye ebbe, hát hiszen ugye regisztrálnia kell valahogy magát a gyerkősznek, vagy a szülőnek regisztrálnia kell ugye a gyereket a Facebookra, és ha még nincs 13 éves, akkor nem is használhatná a Facebookot, és mégis ugye nagyon sokan használják ezt a szolgáltatást, vagy a Google ugyanezt, tehát a Google-nél is azt hiszem 13 év a korhatár, amikor Gmail-en kapják a feladatokat, meg Gmail-en leveleznek, vagy a Google Meet-szel, vagy a Google Classroom-mal használják ugye a szolgáltatást, akkor valahogy érdekes dolog ez, hogy itt a 13 éves korhatár, akkor itt valahogy hova tűnik. Tehát most tényleg be kell hazudni azt a gyerek, vagy a szülőnek, hogy a gyerek idősebb, mint mondjuk, mit tudom én, 13 éves, csak azért, hogy használni tudja ezeket a szolgáltatásokat. És egyébként miért csak 13 év? Mert ugye a Facebook is, a YouTube is, vagy a YouTube, ugye hát a Google is, ezzel próbálja védeni azért a fiatalabbakat a rájuk leselkedő veszélyektől, meg a különböző olyan tartalmaktól, ami egyébként nem csak rájuk, de mindenkire veszélyes tud lenni, hát pláne a gyerekekre. És hát ugye ezek nagyon érdekes kérdések, és például a Google részéről is volt szakértő, aki elmondta, hogy hát próbálnak ez ellen valamit tenni, illetve hát valami olyan megoldást kitalálni, amivel biztonságosabbá tudják tenni a szolgáltatásaikat, és akkor a fiatalabbak is tudják használni. Hát addig meg sajnos tényleg csak ez, hogy be kell hozni, hogy idősebb a gyerek. Tehát ez annyira röhely. De hát a legtöbb technológia esetén ez egyébként így van, hogy 13 év alatt nem lehet használni, márpedig ha távoktatás működik, már a távoktatásban kell mondjuk a gyerkőcnek tanulnia, akkor kénytelen az internet segítségével tenni ezt. Tehát kénytelenek a fiatalabbak is internetezni. Ugye? Érdekes kérdés. Na jó, kezdjük akkor, mert vannak ám még híreim is, ugye szokásos informatikai hírekkel kezdem a mai műsort. Ja, hogy közben itt írják a srácok a Facebookon, hogy egyébként megy a YouTube, vagy a Twitch. Twitchen is az adás, akkor csak nálam nem látszik valamiért, közben a Twitchen is írják, hogy működik. Jó, rendben, akkor nincs gond, csak nálam áll, illetve csak így pörög, és azt írja, hogy offline, de akkor megnyugodtam, akkor minden működik, akkor csak a Facebookkal volt egy kis probléma a legelején, azért is kezdődött egy nagyon picit később az adás. Jó, na, hello, szevasztok, igen, itt van Szabolcs, Attila, Tomi is, Barbie is, itt van, Bálint is megjött. Úgyhogy akkor nincs más hátra, mint előre, kezdem is akkor a legfrissebb hírekkel. Google, ha már ugye esett szó a Google-ről. Tegnap megtörtént, aminek meg kellett történnie, bemutatták az új Pixel készülékeket, bemutatkozott a sok szivárgás után, hát sok meglepetés nem maradt a Google tegnapi nagy rendezvényére, amelyet fél órás stream keretében lehetett megtekinteni. Megérkezett az új Pixel 5-ös készülék, illetve a Pixel 4 a 5G-s változata, a 2020-as Chromecast, valamint a Nest Audio, igazából mindenről mindent lehetett előre tudni, de ettől még érdekesek az új termékek, úgyhogy nézzük is, hogy miről van szó. A Pixel mobilokkal egyébként, ugye már én is, akkor már én is beszéltem korábban. A hullatáló a kaszakiájászá visz. An oil man and part owner of the LA Dodgers entered his first Dakar after picking up off-road racing in recent years. Unfortunately, his run came to a dramatic end just 2 miles into the stage when he lost control and rolled his Dodger Blue machine.
scary incident for sure. Fortunately, there's good news. Co-driver Robbie Pierce later confirmed on Instagram that both he and Patton are okay and plan to return home soon. Formula One and Le Mans champ Fernando Alonso may be a newcomer, but he's getting the better of some seasoned vets, much to the delight of his fans who joined him in the desert. With multiple Dakar winner Marc Coma as a co-driver, Alonso appears to have found his footing. It's sixth place for the Spaniards today. Saudi Arabia's Yazid Al-Raji has already raced on some of the same tracks this year's Dakar is visiting, which gives him all the confidence he needs. He's been treating this rally like his own open-world sandbox, furiously attacking the dunes. Defending champion Nasser Al-Attiyah has lots of experience with dunes too. He's had a solid rally so far, but despite his presence near the top of the timesheets, he's still missing a stage win. With how good Petter Hansel and Sainz have been, that's a problem. But he'll have to wait another day for a victory. The Qatari finishes in third, 3 minutes off the pace. Carlos Sainz had to open the road after a Stage 5 win, but his times throughout the day kept him among the leaders. Great work by co-driver Lucas Cruz helped keep El Matador on target for a runner-up finish. More importantly, they remain in the overall lead. Sainz put up another strong fight for the stage win against Stefan Petter Hansel, but the Frenchman won out to give the X-Ray Minis their fourth victory as many days. Between him and Sainz, it's clear the mini buggies had the edge on these dudes. A job well done and a rest well earned. Another tight battle between the legends. This time it's Petter Hansel on top by less than 2 minutes. Outside of them, Al-Raji and Matthew Serradori are proving to be the strongest, while Alonso is starting to heat up. Al-Attiyah finds himself splitting the two mini contenders, with Sainz holding an overall lead of nearly 8 minutes, and Petter Hansel solidly in third position. As for Fernando Alonso, he has risen to 16th, following his problems back in stage two. Mondtunk egy hülye viccet. Arról beszéltünk hangosan egy bárban, hogy... Nacho Cornejo was hoping to make up a bit of time on his rivals, but he suffered a minor crash at one point. He was able to recover to come home sixth in the day, and now goes in the rest day fourth overall, just 2 seconds off the podium. Juan Barreda has struggled with navigation and sore ribs in the first part of the Dakar, but today, things started to click for the Honda rider, as he would fly to second on the day. Matthias Faulkner has been trying to come back from an error in stage four that cost him over 20 minutes. The KTM rider aided this comeback by grabbing third on the stage. American Ricky Raback has made it clear he enjoys riding in a group as he and fellow countryman Andrew Short did for much of the stage. Until the final part of the stage when Andrew Short had to play parts donor to Toby Price. An hour back in the overall, the Husqvarna rider who's had numerous falls gave Price his rear tire, which meant he had a very unpleasant ride the rest of the stage on the metal rim. Before that tire swap, though, Toby Price was having a great stage considering he was first on the road and is nursing a sore shoulder. But after blowing that tire, the two-time winner lost 16 and a half minutes. At the other end of the top 10 was the ever-consistent and little team that could. American privateer Scott O'Howes, who had one fall on the stage that may have filled his suit with sand, but didn't slow him down too badly as he would finish 10th on the day. Starting the day second on the road, Pablo Quintanilla passed Toby Price early on and ended up having a strong stage to finish fourth. Now there's a reason we keep reminding you that no American has ever won this rally. Because this week has belonged to one man, American Ricky Brabec, who has been simply flawless. He
He got his second stage win of the rally and extended his overall lead to over 20 minutes heading into the rest day. Part one of the job, done. A nice 1-2 for Honda, and Franco Kaimi is the lone Yamaha in the top 10. He may have benefited from Price's issues, but Brabec had this to say after the stage. It wasn't too difficult of a day. A lot of HP, but you know, I was riding with Andrew for the entire day from maybe K like 92-ish. And unfortunately, we were here towards the end, and I saw like something in the sand, like something wasn't right, like the tire mark. You know, if you're on the gas, the tire mark's like a nice smooth line, and I saw one line that kind of looked like wobbly, and unfortunately, Toby lost a moose in the rear. Yeah, I had a really good day going. I was really fast today, and then about kilometer 420, it was just best for me to be a team player. I was already an hour down on the race, and hopefully the guy I helped can do good. He was in a good position, so. Howes keeps moving up the rankings, while Honda still has three riders in the top five despite losing Benavidez. And Quintanilla has elevated himself into second place, more than 20 minutes behind Brabec. Ignacio Casale has competed in four different Dakar classes, but his biggest success has come in the quads, where he's returned after running side-by-sides last year. He's poised to win a third Dakar title in the quads, having opened up a 38-minute lead through stage six. Along with Manji's own effort with Horn, Dupre is also mentoring the new Red Bull Off-Road Junior team this year's Dakar. The five-time bike class winner is another good day, going fourth in the stage. Austin Jones has been almost flawless until now. A rough afternoon ended with him in 30th place. Casey Curry and Saleh Asaif cross paths to the dunes. Curry may have been passed here, but he continues to run a steady pace with no mistakes. The Californian posted a 7th place finish for the 3rd consecutive day, keeping the conversation the overall title. Finishing just ahead of Curry today was Mitch Guthrie Jr., who put a subpar stage 5 behind him with a 6th place effort. Gerard Ferris appeared to have his second stage win this year in his grasp, but a 2-minute time penalty spoiled the celebration. Instead, the victory went to defending class champion Chaleco Lopez, who would be his second stage win of the rally. However, Ferris has since said on Instagram that his team appealed the penalty and will have a final decision tomorrow. 2018 champion Ronaldo Varela finished 3rd for his best result of the week, and a trio of Americans placed inside the top 10. Chaleco Lopez has reclaimed the overall lead, this time by almost 10 minutes over Casey Curry. With Jones woes on Friday, it may be down to Curry as the best chance for an American victory. After their stage win yesterday, Dmitry Sotnikov was not able to repeat the pace. That teammate... Misu tālok tēd tuāskītisē. Pīnlēk knopā. Mitä laifkaiftim? Atalapkaiftim? Mimmi jo sai puttu. Säki ajaa saa viskaiftim. Vali X. Ootusut. Mimmi miks ootusute. Takavali, kita sa uus meesu taluak kaiftim. Meesu taluak avia. Meesu taluak meesu fitas klätte. Isapu. Te kaiftim. Meesu kitsisin. Aspoteik ableimit ja kaiftim.